a Viatorbágy 1 perces. Köszöntöm Önöket! Október 23-án szombaton 6 órától koszorúzással és emlékműsorral tisztelegnek 1956 hőse előtt a Biai Ország zászlónál és a Juhász Ferenc Művelődési Központban. Tegnap két helyszínen is segítettek a biatorbágyi önkéntes tűzoltók. Délelőtt az M1-es autópályán ütközött össze két jármű. A sérülteket a mentők látták el. Este egy füstölőházhoz kaptak riasztást, ahol kiderült, hogy meghibásodott a kazán. Így személyi sérülés nem történt. A pénzügyi és városfejlesztési bizottság a Biai városrészt érintő forgalomlassító eszközök kihelyezésére tett javaslatot. Döntést a következő képviselőtestületi ülésen fognak hozni. Ma sok napsütéses óra vár ránk. A déli szél mérsékelt marad egész nap. Napközben 12-13 fok várható, estére és éjszakára 3 fokig hűl le a levegő. Köszönöm a figyelmüket, legyen szép napjuk, viszontlátásra!